Sziasztok, Evencélik és itt a FIFA 23 Akadémia Legenda Grimsby Town sorozat 65. része. Ezt az epizódot a Portsmouth ellen kezdjük a Carabao Kupa nyitó mérkőzésünkkel, majd aztán játszani fogunk még augusztusban kérdőjel. Augusztusban, persze, hogy játszani fog még augusztusban. Stockport és Bolton lesz a bajnokságban, majd aztán következő epizódban befejezzük az augusztusi hónapot a Charlton és az MK Dons ellen. És ha ez az epizód nagyon aggrevált állapotba érkezek, akkor az azért van, mert lassan a 40. órámat ütöm meg alvás nélkül. Egy nagyon kicsit átrotált kezdő 11-el fogunk felni a Portsmouth ellen a Carabao Kupában, mivel ebben a szezonban is az a célunk, hogy ezt a csapatot minél messzebbre tudjuk vinni a Carabao Kupában és az FA Kupában. Badzsami, Lehmann, Keane, Hassan, Ford, Espinoza, Agyemang, Pierce, Velasco, Peters, Chavez, ez a kezdő 11-ünk Grimsby Town, Portsmouth. Hassan. Spass, Mingi. Jó, nyis, lefordul aztán Rachidról, és ott a gól. 6. perc, Rachid Hassan megint hibázik hátul, és ebből megint sajnos büntetve vagyunk. Vezet a Portsmouth. Jó, nyis, el is löveti, de inkább lekészíti, és aztán végül, hát az amúgy is les lett volna, de a zsömi védése nem számított túl sokat. Jó, nyis, Lehmann bök oda, majd aztán Hassantól elveszik. Fitim Badzsa, amit megverik a röviden. 2-0 Portsmouth. És ez pont az, amit a vendégcsapat érdemel. Bishop. Hassant megverik egy passzal. És ott a harmadik. Hújajaj. 39. perc. Nekem már van egy cserém fejben. Nagyon sajnálom Rachid, de lehet, hogy eljött a vége a Grimsby karrierednek. Cook. Hát ez beadás volt, lövés. I don't know. Most gólt kéne szereznünk ahhoz, hogy ezt a mérkőzést újra komolyan vehessük. Agyemang. És lehet, hogy ez is fog történni. Nigel Whelan. Érkezik középre Rivero. Hát ne középre, Nigel. Ne középre, légy szíves. Van egy olyan érzésem, hogy Joachim Borges már helyet talált a hátsó négyesben, azután, hogy Rachid Hassan teljesítményei nem a legkielégítőbbek. Cesar Rivero, Isidoro, Espinoza! A Barbernek nem sok teendője volt ezen a mérkőzésen. Két lövést kellett fognia. Moro, Curtis. Curtis kivégezheti, Curtis kivégzi. 90. perc, 4-0 Portsmouth. Hát itt a kezdő 11-el elúszott ez a mérkőzés. A cserék nagyon későn érkeztek, és ők sem tudtak nagyon nagy benyomást kelteni a mérkőzés képébe. És hát azt kell mondani, hogy a 4 gólnak a nagy része Rachid Hassan lelkén szárad, akit már láttuk tavaly megingani nem is egyszer a szezon második felében, de hát akkor az még úgy elment, mert akkor mindenki a béka segge alatt volt teljesítmény szempontjából, most viszont nem mondható ezzel ezekről a srácokról, hogy a béka segge alatt lennének. Rachid Hassan úgy néz ki, hogy ott ragadt. Kiesünk a Carabao Kupából, az első akadálynál, a vége Grimsby Town 0, Portsmouth 4. Miért mindenkit úgy hívnak, hogy Hassan? És hát azzal, hogy a játékosaink nagy része kiállt a Portsmouth elleni Carabao Kupa vereségre, ezért hát hozni kell áldozatokat a Stockport elleni bajnokira. Kevin Ross, Carvajal, Dervisage, Ferguson, Collier, Chavez, Pierce, Whelan, Rivero, CDB a kezdő 11-ünk. Martin Chavez képes támadó középpályást játszani, egy mínusz egy overallal, ha jól láttam a team sheet-en. Megnézzük, mi lesz belőle. Grimsby Town, Stockport County. Tegyék meg tétjeiket, vajon most is el fog indulni a Stockport kapus a mi térfelünkre? A győztesek között kisorsolunk egy üres kukoricakonzerv dobozt. Egy nagy gyengesége van ennek a csapatnak, a letámadások. Na, azok egyszerűen nem ízlenek nekünk. És az, hogy a passzaink nagy része nem ott köt ki, ahol én szeretném, hogy kikössenek, ezzel nem is tudunk sokat javítani. Southam Hills. Főleg a midfield pressing, ami nem ízlik nekünk. Rivero itt labdát szerez, az egy nagyon rossz döntés volt tőlem. Chavez. Patrick Collier, 16-oson belül, sőt már az ötös előtt! Felső léc. Castro.
Az egy nagyon jó csel is. Iker Carvajalnak visszafele kell lépnie. Peter Cavanaugh véd. Cesar Ribeiro levág egy sprintet egymaga. Lesz elég staminája, hogy befejezze ezt a lehetőséget. Oké, második felsőjét ezen a mérkőzésen a Grimsbynek. Lesz ez még jobb is. Kola. Visszakészített labda, majd aztán visszakapja Szczepanski. És aztán Carvajal földre küldi a támadót, de szerencsére nincs belőle büntető, de van egy stockport szöglet 4 órával a vége előtt. Horsfall, Cavanaugh! Épp, hogy be tudja gyűjteni. Peters. Jó labda, Ribeiro. Cesar Ribeiro, jön ki a stockport kapus! De Ribeiro ellövi mellette, és 10 perccel a vége előtt Cesar Ribeiro megszerzi az első gólját a Grimsby Town mezben. És reméljük, hogy ez megnyitja nála a csapokat. Cesar Ribeiro első gólja Grimsbyben 1-0. És megérkezett a Stockport kapus. Akkor... Valaki mondja már el nekem, hogy... Ez a glitch, ez a bug, ez a... feature. Ez miért történik folyamatosan? És miért mindig csak a stockport ellen? Vagy miért a leggyakoribb eset a stockport? Mi az, ami ezt a csapatot effektálja ebben a glitchben? Hold on, Pierce. Üres ember Collier révén. Patrick! És a nem kapus véd egyet. Aztán Velasco az bent tartja, ugye jól tartotta bent. De aztán már letelik a három best. Tehát miért pont a stockport az a csapat, akit ez a bug a leggyakrabban érint? Mert eddig, ha jól emlékszem, minden egyes mérkőzésünkön ellenük megtörtént ez. Nem biztos, hogy mindegyiken, de szerintem a 3/5-éből nagyjából. Cesar Ribeiro első gólja a Grimsbyben az, ami ezt a mérkőzést a mi oldalunkra dönti. Nehéz győzelem, de megérdemelletlen. Tehát megérdemelt. A vége Grimsby Town 1, Stockport County 0. Ahogy mondtam, 40 órája vagyok fent. Ezen a meccsen nem lehet kifogásokat keresni. Az utolsó helyezett 0 pontos Bolton Wanderers otthonába utazunk. Ha itt nem nyerünk, akkor ebből nagyon nagy katasztrofális kalamajka lesz. Cavanaugh, Lehmann, Borges, Carvajal, Ford, Collier, Agyemang, Espinoza, Villan, Ribeiro, CDB, ez a kezdő 11-ünk, Bolton Wanderers, Grimsby Town. Collier. CDB, nincs lesz, Seydou! Seydou CDB folytatja a tavaly szezonból áthozott gyönyörű formáját, és nagyon korán az 5. percben betalál egy gyönyörű Patrick Collier labdából. 1-0 Grimsby. Juvara. Juvara betör, Cavanaugh véd. Cesar Ribeiro. Cesar Ribeiro, Cesar! Iredale! Milan Lehmann érkezik területtel, középen, ha jól látom, akkor az Ribeiro. Milan Lehmann! Oh. Ez már a második olyan alkalom, amikor lehet, hogy középet tenni. Jobb ötlet lett volna. Villan. Agyemang, büntető gyanús és büntető is. 30. perc, Grimsby Town büntető. Lord forgive me from what am I... Never mind. Hát ez nem pont az volt, amire én gondoltam, de... erő over helyezés. 31. perc Patrick Collier büntetőjéből 2-0 Grimsby. Én egy panyenkát szerettem volna, de hogyha Brexit stílusban bebassza Collier a háló közepébe, akkor is jó. Dempsey, Juvara, gól. Benne volt Juvarában, hogy gólt fog szerezni. 44. perc, ő volt a Bolton egyik, hát nem azt mondom az egyik, hanem a legkitűnőbb játékosa az ebben az első 45 percben. Ne komplikáltó dolgokat, Bence. 2-1. Collier. Agyemang. Nagyon szép. Cesar Ribeiro! Iredale. Ford. Na, ha az beakadt volna! Hű! Sedliar. Most megtörtént, amitől féltem. Juvara egy kezével visszahozza a Boltont a sírból. Unbelievable. 2-2 a 60. percben. Juvara, hol vagyunk? Sehol nem vagyunk. Juvara Mester 3-as és fordít 0-2-ről a Bolton. Come, keep it calm. Ribeiro.
Espinosa kap labdát. Isidoro Espinosa! Nagyon gyors válasz. 3-3. Lehmann labdát veszít, nagyon rossz helyen Sedlier. Peter Cavanaugh kihúzza a németet a szarból. Charles. Szöglet. Charles. Jaj, hát dominál minket az utolsó helyezett Bolton. Hát mi a passzom történik? Agyemang. Jó labda. Cézár! Egy utolsó akció. Van-e még valami bennünk? Legyen, Niall! Lesen. Hát ez... Erre olyan szavakat tudnék csak találni, amik... Hát nem lennének túl szépek. Ez a Musa Dzsuvara, gyerek! Azt mondjátok, hogy region, mert akkor még augusztusban le fogom igazolni. De ez a csávó egyszerűen Prime Lionel Messibe ment ezen a mérkőzésen. És pontot ejtünk az utolsó helyezett Bolton ellen, akiknek ezelőtt nem volt pontjuk. Viszont lehet, hogy rájöttem, hogy mi volt a probléma az utolsó szezon második felében, és hogyha az volt a probléma, akkor én nagyon hülyének fogom érezni magam a sorozat végéig. A vége, Bolton Wanderers 3, Grimsby Town 3. Egy kérdés az epizód végére, amin lehet morfondírozni augusztus végéig, vagy január végéig. Mi legyen Rachid Hassannal? Mert ez az epizód nekem megmutatta, hogy Rachid Hassan tehetsége az utóbbi egy évben nagyon elkezdett lefelé menni. Azután, hogy milyen szolid hátvéd volt a négyed osztályban. Sajnos ő is azon az úton találja magát, mint Sasa Jovanovic, hogy lehet, hogy neki az volt a szintje. És a másik az, hogy fair lenne egy tapasztalt középhátvédet leváltani, két olyan középhátvédre, akik még hát igazán nem is nagyon illeszkedtek be a csapatba, és mind a ketten kaptak 3 gólt egy utolsó helyezett csapat ellen. Szóval itt morfondírozunk, hogy eladjuk-e Hassant most, majd esetleg januárban, vagy majd következő nyáron. Mert olyan lehetőségünk nincs igazán, hogy megtartjuk Rachid Hassant, mert szerintem elérkeztünk ahhoz a ponthoz nála is, amikor már a teljesítménye nem felfele fog menni, vagy nem stagnálni fog, hanem lefelé. És vagy ott fog stagnálni lent. Ennyi volt viszont a 65. epizód. Hát lehetett volna ez egy nagyon jó epizód, hogyha nyerünk a Bolton ellen, de nem nyertünk. Kiestünk a Carabao kupából, de még mindig így is 6. helyen vagyunk. Ez a 6. hely, ami nagyon, nagyon üldözött minket tavalyi szezon végén, de reméljük, hogy most 42 meccsnap után is itt fogunk ülni, vagy esetleg kicsit fentebb. Ennyi volt a 65. rész, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!